A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm a köztér valamennyi nézőjét. Nyílt napokkal készülnek a városi közszolgáltatók. Észrevétlenül a város szolgálatában címmel konferenciát és kiállítást szervez a Depónia, a Szépül és a Fehér Víz. Erről fogunk stúdiónk vendégeivel beszélgetni. Sok szeretettel köszöntöm Steigerwald Tibort a Depónia képviseletében, Szauter Ákost a Szépül képviseletében, és a Lacizó Pétert a Fehér Víz képviseletében. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Valóban azt hiszem, hogy a közműszolgáltatás egy olyan terület, amivel mindenki találkozik, ugyanakkor kevésbé vesszük észre, akkor vesszük észre, hogyha valami gond van. Általában ez a tapasztalat. Mit lehet tudni ezekről a nyílt napokról, és magáról a konferenciáról és a kiállításról? Miért tartották ezt fontosnak? Ahogy a szervezés címben is van, hogy észrevétlenül, igyekszünk szerintem mindhármunk cége észrevétlen maradni, mert ahogy ön is említette, ha észrevennék, hogy vagyunk, tehát hogy nem vagyunk, az nagyon hiányozna. Én a hulladékot tudom, ugye sokan beszélnek sokszor, szerencsére nem a velünk kapcsolatban a Nápoly szindrómáról, az a helyzet, hogy nagyon hamar meg tudna valósulni abban az esetben, ha a szolgáltatás nem lenne teljes. Úgyhogy mi évek óta is, még remélem sokáig fogunk azon dolgozni, hogy észrevétlenek maradjunk, és a szolgáltatásunk az kielégítő legyen. A konferencia apropóját részünkről az adja elsősorban, hogy 120 évvel ezelőtt kezdődött el a villamosenergia termelés Székesfehérváron. 1902-ben, valamikor fél év környékén döntött úgy a város, hogy szükséges lenne most már egy központi villamosenergia termelő telep, és körülbelül fél év leforgása alatt az elődeink megvalósították ezt a tervet, úgyhogy 1903. január 1-jével elindult a villamosenergia termelés, és hát ez adta az apropóját annak, hogy visszatekintve részben erre a 120 évre, részben pedig egy kicsit a közszolgáltatósokat is be tudjuk mutatni ezen a konferencián. Péter? Mi augusztus 1-én ünnepeltük a 110. születésnapunkat. A Fehér Víz születése az nagyon nehéz volt. Már az 1890-es évek elején megvolt az igény a vezetékes vízszolgáltatásra, azonban nagyon sokáig elhúzódott ez a beindulás, és nekünk is ez adta az apropót, hogy akkor egy kicsit felhívjuk a figyelmet magunkra. Pedig aztán nálunk, hogyha nincsen szolgáltatás, előbb észreveszik a tisztelt fogyasztók, hogyha nem tudják leúzni a WC-t, vagy nagy Isten, nem jön a csapból a víz. Úgyhogy mi is erre szeretnénk felhívni a figyelmet. Az már ugye szóba került, hogy a konferencián érdekességekkel, technikai és történeti tudnivalókkal is ellátják majd az érdeklődőket. Ez mindig olyan izgalmas a kívülálló számára, hogy milyen kulisszatitkokról kerül majd képbe, milyen kulisszatitkokról lesz majd szó. Azt gondolom, hogy szintén mind három cégre igaz, hogy nagyon keveset látnak az emberek abból, amit mi valójában végzünk. Sőt, ugye az a tudás, az a technikai háttér, ami a szolgáltatások mögött van, az egyre összetettebb, egyre bonyolultabb, de hát az emberek a csapot látják, a fűtőtestet látják, legfeljebb nálunk a kukásautót a kollégáinkkal, tehát ennyi látszik belőle. Ugyanakkor a háttérben nagyon-nagyon sok minden mozog, szervezés, technikai háttér, élő munkaerő, úgyhogy szerintem van nagyon sok érdekesség, amit ebből be lehet mutatni, és ráadásul ugye minket nem nagyon ismernek így hátul, tehát így belülről cégeinket, úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy milyen lesz a fogadtatás. Mi is igyekeztünk olyan részét bemutatni a cégünknek, ami nem annyira evidens, hogy mindenki tudja, hogy hogyan termeljük meg a hőt. Valamikor villamosenergia termeléssel indult a cégnek az élete, de ez már átalakult teljesen távfőszolgáltatássá. Tehát termelünk villamosenergiát is, de kisebb mennyiségben. És viszont a távfőszolgáltatásnak is megvannak azok a
nagyon szép részei, amik egyébként zárva vannak a közönség előtt, és ezeket szeretnénk most itt a nyílt napon bemutatni, illetve a konferencián is szeretnénk egyrészt magáról a történetéről, erről a 120 évről egy bemutatót tartani, illetve mindenképpen szeretnénk egy kicsit a jelenünkről és a jövőnkről beszélni. Én főleg az előadásomban a múltra tekintenék vissza. Levéltári kutatások során rengeteg érdekességgel találkoztam. Nagyon kacskaringós, kacifántos útja volt a víz szolgáltatás létrejöttének, meg hát az üzemeltetésnek is. Nagyon sok profilja volt a fehér víz elődjeinek is, sőt korábban mi egy cég voltunk, tehát csak egy üzemigazgatóság volt a vízművek, és gyakorlatilag egy 20 fős század elején létrejött társaságból már egy 115 településen szolgáltató 600 fős nagyvállalat lettünk, tele csupa érdekességgel, úgyhogy mi főleg erre készülünk. Végeztek akkor ilyen kutatásokat is, hogy Péter említette, levéltári kutatás, meg egyéb adatbázisokat is feltúrtak a konferencia, illetve a kiállítás miatt? Most jelenleg nem, nekünk korábban a cég életéről még az 50 éves évforduló kapcsán készült egy könyv, amikor a levéltáros kollégák nagyon sokat segítettek feltárni a múltat, úgyhogy nekünk volt már korábban ilyen információnk, most már nem kellett hozzányúlni a levéltári adatokhoz. Hát mi azért bányáztunk, bár rengeteg archívanyagunk van, köszönve a korábbi kollégáknak, akik figyelmet fordítottak arra, hogy ezeket az anyagokat, fényképeket eltegyék, és itt két cég történetét is kellett kutatnunk, lévén egyrészt az egykori villanygyárnak a történetét, ami később még fűtőerőmű Kft.-ként üzemelt tovább, illetve hát a Széphő Zrt.-jét is, ami 2014-ben, tehát a két cég 2014-ben lett egy, illetve nem is a cégek, hanem tulajdonképpen maga a szolgáltatás került egybe a Széphő Zrt.-hez. És részben itt a saját berkeinken belül próbáltunk feltárni anyagokat és megtalálni azokat a dokumentumokat, fényképeket, amik rendelkezésre állnak, illetve hát a kollégám ő a levéltárba is elment, hogy megnézze, hogy ott mit lehet találni. És hát akkor gondolom izgalmas részleteket találtak, ahogy már említette is Péter a levéltári kutatásokban. Mindig az is izgalmas kérdés, hogy ha nézünk egy ilyen időszakot, akkor mik voltak azok az ilyen kritikus pontok vagy kihívások a cég életében, amik így tényleg nehézséget jelentettek, azoknak a megoldása kihívás volt? Hát a hulladékos szakma az elmúlt 15 évben nagyjából egy folyamatos változáson megy keresztül, úgyhogy mi nagyon nehezen tudunk akár éveket is összehasonlítani. Folyamatos jogszabályváltozás volt jellemző. 2012-ben került elfogadásra az új hulladéktörvény, ami alapvetően másként szabályozott, mint az azt megelőző időszakok, illetve most pár évenként folyamatos átalakulás van. Ugye a legutolsó éppen két hónappal ezelőtt, 2023. július 1-ével tört ránk, koncesziós időszak elé nézünk, ami ebből a szempontból talán elhozhat egy olyan időszakot, amikor a változások egy idő után azért már nem lesznek olyan nagyon sokan, és egy állandóság állhat be, de szerintem addig még azért sok feladatunk van. Ákos? A villanytermelés, távhőszolgáltatás, ez igen kalandos éveket élt át. Kezdve ott, hogy magát a szolgáltatást azt folyamatosan fenn kellett tartani, és fenn kell tartani mind a mai napig, és elődeink rengeteget tettek ennek érdekében, és ez igaz a világháborúk alatt is, hogy folyamatos szolgáltatást tudtak biztosítani kisebb kihagyásokkal, de nézhetem a technológiai átalakulásokat, hogy hogyan indultak el annak idején szénnel, majd lett belőle pakura és később gáz, milyen fejlődésen ment keresztül maga a villamosenergia vagy a hőtermelés, hogyan lett a két cégből, amit említettem már, Fűtőerőmű Kft.-ből, Széphő Zrt.-ből, ahol a Fűtőerőmű Kft.-ben volt a hőtermelés, Széphő Zrt.-ben az elosztás. Ez hogyan lehetett ezt az egészet egybehozni, hogyan vásárolta meg 2014-ben a város a felszámolás alatt lévő Fűtőerőmű Kft. Vagyonelemeit, és adta át a Széphő Zrt.-be. Szóval rendkívül kalandos utat jártunk be, és természetesen mind a mai napig,
Ha csak itt az elmúlt éveket nézzük, és az elmúlt éveknek a kihívásait, akkor mindig meg kellett felelni, és mindig azt kell mondanunk, hogy van egy külső elvárás, ami a szolgáltatásunkban jelentkezik az ügyfelek részéről, hogy egy folyamatosan biztosított, magas minőségű szolgáltatást tudjunk nyújtani, de közben a háttér, amiben ezt meg kell valósítanunk, az folyamatosan változik. És gondolom a Fairbiznél is ugyanezek elmondhatók. Pontosan. Ugyanezek. Szoktam mondani, hogy lehet jobb lett volna egy másik korba kerülni ilyen pozícióba, de sose volt egyszerű az elődöknek se. Amint létrejött a vízmű, egy 20 éves tervdokumentáció alapján valósult meg, már nagyon kevés volt a víz, már csak szakaszosan szolgáltatták a lakosságnak a vizet, este 6-kor elzárták, hogy újra megteljenek a tározók. Ezt azért ma nehéz lenne megcsinálni. Ezt nagyon nehéz lenne. Szóval végre elkészült, lezárták, utána nagyon dinamikusan nőtt a város, és folyamatosan új vízbázisok után kellett kutatni. Így jött létre a Sóstói vízmű, a Csóri vízmű, aztán a szomszéd szolgáltatótól, a DRV-től kellett nagyon nagy mennyiségű vizet, vagy hát kell a mai napig vásárolni, úgyhogy eleve a szolgáltatás is mindig egy kihívást jelentett. Aztán a gazdasági része, az meg megint egy nagyon nehéz dolog. Én leginkább ebbe csöppentem bele, hiszen a megemelkedett villamosenergia költségek hatására a társaság működése majdhogy nem ellehetetlenült az utóbbi időszakban, úgyhogy mi ennek hatására egy bő hónapja már ismét állami tulajdonba kerültünk, úgyhogy jelenleg a részvénytársaságban több mint 94%-os tulajdonrészt szerzett a magyar állam, és a Nemzeti Vízművek ZRT-nek lettünk egy lányvállalata. Említette Péter az elmúlt időszak kihívásait. Azt hiszem, hogy ez a Covid-dal teletűzdelt időszak, aztán utána a háborús infláció okozta kihívások, egyfajta menedzser, krízis kezelő szemléletet is igényel minden egyes vállalatnál, vagy akár önkormányzatnál és önkormányzati cégnél. Hát ez pont így van, de sorolni lehetne még a munkaerő problémákat, ami már azért elég régóta súly szerintem majdnem mindenkit, a mi szakmánkat is nagyon. Hát folyamatosan toppon kell lenni, ahogy szokás manapság mondani. Nem tudunk elaludni, megnyugodni és lábunkat az asztalra téve jól szórakozni a munkáján. Nagyon komoly kihívások elé nézünk folyamatosan. Amikor 2014. július 1-ével átvettük a fűterünk vagyon elemeit, akkor rengeteg dolgot kellett megoldanunk, hogy ott úgy kellett átvennünk a szolgáltatást, hogy június 30-ára, július 1-ére virradólag, június 30-áig a fűtőerőmű Kft. Szolgáltatott, július 1-től már a Széphő. Meg kellett szerezni az összes engedélyt, embereket át kellett venni. Szóval nem volt egyszerű történet, és én akkor mondtam, hogy hú, hát hogyha ezen túl leszünk, akkor itt csak csendesebb évek jöhetnek. Azóta tudom, hogy ilyen kijelentéseket nem teszek, mert utána is minden évben jött valami, ami új és új feladatok elé állított minket, ami jó is valamilyen szinten, mert különben mi az, hogy távhőt kell szolgáltatni, tehát semmi, hát meg kell termelni, meleg legyen a radiátor, folyjon a csapból a meleg, viszont ez nem is olyan kihívás, nem is feladat, hát de igen, de pont az, hogy ez a frontvonalon, ami látszik belőle, hogy emögött minden meg tudjon valósulni, ez azért elég komoly kihívás, és tényleg így van, hogy minden évben alkalmazkodnunk kell valami új dologhoz, amikor azt hinnénk, hogy akkor most már megtanultuk, akkor rájövünk, hogy de mégsem, úgyhogy ez egy jó kis feladat. Én azt gondolom, hogy elmondhatom magunkról, hármunkról, hogy mi nem csak mérnökök vagyunk, hanem válságmenedzserek is. Mindig van valami, amin törni kell az embernek a fejét, hogy hogyan jöjjünk ki az egyik kátyúból, és hogyan vegyük az újabb akadályt, de hát ez az élet szépsége. Mondhatjuk azt, hogy akkor ez a rugalmasság is előre viszi. Igen. Az ügyeket? Igen, a beszélgetésünkre én említettem, hogy egy kiállításra is készülnek, ami majd a Városházán lesz megtekinthető szeptember folyamán. Mit kell tudni erről a kiállításról? A levéltárral együttműködve készítik, ezt ugye tudjuk, akkor ott ezek az érdekességek lesznek felvonultatva, vagy mire számíthatnak az érdeklődők? Szerintem mindenki mással készült. Egyrészt a Városháza épülete előtt egy kis kiállítás, ahol szakma specifikus dolgok, amiket úgy gondolt mindenki, mindegyik cég, hogy szeretne bemutatni. Mi a hulladékot tudjuk bemutatni, mert hát, hogy azzal foglalkozunk. Nálunk vagy a mi esetünkben van egy PET műanyag bála
kiállítva, hogy hogy is néz ki a szelektív hulladékból általunk előállított színre válogatott PET, ami azt követően 100%-ban hasznosításra megy, illetve egy érdekes szerkezet, ami azért el kell olvasni azt a kis táblát, ami ott rajta van, hogy az mi is valójában. Minden nap látjuk, csak nem ismerjük fel így külön szedve, ez egy kukásautónak az ürítő szerkezete, amit ott kiállítottunk, ami csak egy vasdarabnak néz ki, de az életünknek egy nagyon fontos részét képviseli. Bent az épületben pedig mindenki csinált, én úgy tudom, tablókat, ahol egy kicsit a múlt idézés képekkel, ami szerintem nagyon érdekes, illetve egy vitrint is, ahol pedig tényleg egészen különböző, de saját szakmánkra jellemző kiállított darabok vannak. Szerintem érdemes megnézni. Igen, a mai világban talán már megszoktuk azt, hogy minden számítógépeken milyen gyorsan tudjuk megoldani, fölgyorsult az információ áramlás, mint a vitrinekben egy kicsit visszakanyarodtunk a múltba, és azért ugyanezt megcsinálták őseink is. Csak ők máshogy, papíralapon vezették, gyönyörű kézírással, érdemes megnézni, hogy milyen gyönyörű. Gyöngybetűkkel. Igen, gyönyörűen írtak az elődeink, és ugyanazt tulajdonképpen meg lehetett oldani számítógépek nélkül is. Ma biztos, hogy sokkal egyszerűbb, de meg lehetett oldani. Illetve mi is lent a Városháza előtt olyan kiállítási anyagot hoztunk, ami talán kevésbé látható. Ugye a mi csővezetékeink a föld alatt mennek, és hát ezek akkor láthatók bárki számára, amikor valahol javítást végzünk, vagy cserét, és akkor föl kell tárnunk ezeket. De egyébként nem köztudott, hogy milyen vezetékrendszereink vannak, és milyen volt ez a múltban, milyen ma, illetve egy elzáró szerelvényt is kiállítottunk. Mivel készült a fehér víz? Hát, hasonló dolgokkal, mint Ákosék. Mi szennyvízszivattyúkat helyeztünk ki az épület elé, illetve egy nagy teljesítményű ivóvízszivattyút. Többen meg is jegyezték, mikor volt az első tévéfelvétel, Városháztér előtt riportok, járókelők, hogy milyen érdekes formája van, mennyire jól néz ki, és hogy ez mi lehet. Még nem olvassa el az ember a táblákat, nem biztos, hogy rájön, hogy mit jelent ez a nagy csigaformájú vasdarab, vagy mi lehet a funkciója. De szerintem itt talán kicsit közelebb visszük ehhez a járókelőket. Illetve kiosztunk egy régi kincsünket, az első szivattyú, ami az Aszalvölgyi vízműbe 1913-tól 1980-ig üzemelt. Ezt ugye a mai... Ez elég sok idő. Igen, ez olyan felfoghatatlan, hogy milyen berendezés az, ami ilyen sokáig kiszolgál egy emberöltön, sőt több emberöltön keresztül kiszolgálja a fogyasztókat, tehát ez már ilyen kvázi nincsen. És a régi nyugdíjas szakik azt mondják, hogy ha ezt be tudnák indítani, ez a mai napig tudna működni, szóval ez az igazi mérnöki csoda, úgyhogy javaslom, hogy nézzék meg minél többen. Ugye itt elhangzott az, hogy mennyire fontos volt az a stabil szerkezet, ami ezt évtizedeken keresztül ugye tudott működni, de gondolom, hogy mind a három területen ugyanilyen fontos az, hogy folyamatosan fejlődjenek, a fejlesztésekben sikerüljön megvalósítani minden olyan dolgot, ami a 21. században mondhatni elvárás. Igen, ez kívülről nézve a mi szakmánkban lehet, hogy nem annyira látványos, de csak kívülről nézve. Ugye az első időszak a hulladékgazdálkodásnak sokkal inkább egy új hulladékgyűjtésről szólt. Ma már egyre inkább áttevődik a hulladék kezelésre, ahol iszonyatos fejlődésen mentünk keresztül. Ugye voltunk együtt is a telephelyünkön, sok mindenkit már vendégül láttunk, és mindenki nagyon csodálkozva jön el a telephelyünkről, hogy nem is gondolja, hogy ilyen a hulladékgazdálkodásnak a háttér működése. Hatalmas fejlődés volt. Nekünk az elmúlt 70-80 éves hulladékgazdálkodási időszakot számítva messze a legnagyobb fejlődés az elmúlt 10-15 évben volt. Ákos? Hát természetesen mi is folyamatosan próbálunk a lehetőségeinkhez mérten fejleszteni. Itt az elmúlt években is igyekeztünk. Hát különösen, mivel energiával foglalkozunk, energiát alakítunk át, ezért a kiemelt téma ma egyfolytában az energia, illetve a környezetvédelem, tehát mi ennek igazán a központjában vagyunk, és ezért is akár a kazántechnológiákban volt az elmúlt időszakban fejlesztésünk, vízgépészetben folyamatosan próbáljuk a csöveinket, a vezetékeinket cserélni, hőközpontjainkat korszerűsíteni. Tehát igyekszünk minél hatékonyabban
hőt előállítani, hőt termelni, illetve villamosenergiát? A vízi közmű ágazatnak elég mostoha körülményei voltak az elmúlt időszakban, úgyhogy jelentős fejlesztésekről nagyon nem tudunk beszámolni, de bízom benne, hogy hamarosan eljön a jobb időszak, és tele lesz a média azzal, hogy hol milyen telepeket adunk át, és miket korszerűsítünk. Mondhatjuk azt, hogy azért mind a három szolgáltatónál fontos szempont a környezetvédelem? Mondhatjuk. Hát ugye a hulladékgazdálkodás azért ebből talán egy kicsit leginkább megszólított. Mi a környezetvédelemnek egy nagyon fontos ágazatát végezzük, ami ráadásul rohamosan fejlődik is, illetve szerintem még a részarányát tekintve is egyre nő a többi ágazathoz képest. Úgyhogy nekünk itt mondhatom, hogy szívügyünk, és nagyon-nagyon fontos a mindennapjaink része. Ennek kapcsán szemléletformáló tevékenység nálunk nagyon erős, szerintem más szolgáltatókhoz képest is annak mondható. De ez is szerintem annak tanújele, hogy fontos számunkra a környezetvédelme. De ez a szép és a fehér víz esetében is elmondható, hogy az Ákos is említette már az előbb. Hát a szennyvíztisztítás úgy gondolom szintén egy hatalmas szelete a környezetvédelemnek, és 30 szennyvíztisztító telepet működtetünk. Komolyabb fennakadások, káros szennyezőanyag kibocsátások nélkül. Úgyhogy nekünk a 110. szülinapi szlogenünk az, hogy 110 éve szívügyünk a víz. De és hogyha jól emlékszem, akkor a Sóstónál is a fehér vízzel együttműködésben valósult meg egy nagyszerű projekt. A vízpótlással kapcsolatban, ami szintén egy különleges technológia. Igen, úgy gondolom, hogy a klímaváltozás, amiben benne élünk, ennek kapcsán a használt vizek újrafelhasználása nagyon komoly szerepet fog kapni, és erre vannak is elképzeléseink. Reméljük, hogy ebből lesznek megvalósuló projektjeink is. Nem csak a Sóstó, ami egy nagyon jó mintaprojekt az egész országban, egyébként máshonnan is jönnek hozzánk ezt megnézni, más vízművektől, más városoktól. Hogyha még nézzük a menetrendet, ugye a depóniánál már lezajlott, de hát a korábban is voltak nyílt napok, illetve még majd a szép hőnél és a fehér víznél várható lesz a nyílt nap. Egy kicsit a depóniás nyílt napokról, hogy ilyenkor mit szoktak a fókuszba állítani? Mi minden évben tartunk, most már jó néhány éve hagyomány, és azt látjuk, hogy egyre sikeresebb egyébként. Nem csak csoportok is, nem csak ahogy gondolnánk, hogy iskolások, hanem nagyon sokan egyébként magánszemélyként, magánérdeklődőként bejelentkeznek és eljönnek egy ilyen nyílt napra. Hát egyrészt fontos, ugye az elején mondtam, hogy sokan nem ismerik még a háttér tevékenységünket, tehát ez nagyon fontos, hogy bemutassuk. Egyben tudunk óriási hulladékmennyiségeket bemutatni, hisz mi éves szinten több mint 110 ezer tonna hulladékot gyűjtünk, brutális mennyiség. Eleve ezekkel a mennyiségekkel találkozni, látni azt, hogy amikor kiborítom a hulladékomat egyik vagy másik gyűjtőbe, akkor az hová kerül, melyiknek mi lesz a sorsa. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és szerintem ez a szemléletformálásnak az egyik legfontosabb része, hogy meghökkentsünk, bemutassuk azt, hogy valójában van értelme annak, amit kérünk az emberektől, hogy gyűjtsünk szelektíven, gyűjtsünk elkülönítetten, mert azt követően ennek olyan anyag lesz a vége, ami nagyobb mértékben hasznosítható. Úgyhogy mi ezeket szoktuk bemutatni legnagyobb mértékben. Ezért mindig érdemes regisztrálni, gondolom, ahogy említette, lesz még erre lehetőség majd a fehérvárjaknak, hogyha mostani alkalommal ugye már ha lemaradtak. Ha most kimaradtak, akkor ne csüggedjen senki sem. Csoportokat amúgy is fogadunk, iskolákat rendszeresen, most szeptembertől elindul a sokkal nagyobb arányú bemutatása a telepünknek, létrehoztunk az elmúlt években egy olyan szemléletformáló termet, ahol egyszerre 40-50 személyt, általában fiatalokat, de nem kizárólag tudunk fogadni, ott különböző bemutatóanyagokat tudunk oda varázsolni, és azzal foglalkozni filmekkel, stb. Tehát egészen érdekes dolgokat tudunk bemutatni. A fehér vízben szeptember 15-én 9-11 óra és 16 és 18 óra között lesz a Bakony utcában egy nyílt nap. Erről mit lehet tudni, Péter? Szennyvíztisztító telep kapuit nyitjuk meg a külvilág számára. Ez már egy régi projektünk, közel 20 éve fogadunk a Vízvilág napján iskolásokat. Szerintem több ezer diák járt már a szennyvíztisztító telepen,
illetve mint mondtam, a vízvilágnapján is kiszoktuk nyitni a kaput a felnőtteknek is, de most idén ez egy újabb lehetőség lesz arra, hogy megismerje a publikum, hogy hogy lesz a bejövő szennyvízből szép, tiszta, elfolyó víz, hogy bocsátjuk vissza a természetbe, és egy szemléletformálást is tartunk, hiszen a csatorna használatnak is van egy illemtana, arra is felhívjuk a figyelmet, formáljuk a szemléletet, hogy mit lehet a csatornába dobni, mit lehet lehúzni a WC-n, mit nem. Ez nem csak az üzemeltetést segíti, hanem a környezetet is óvja. Úgyhogy mi a szennyvíztisztítóra koncentrálunk. Szép is folyamatosan szervez ilyen jellegű programokat. Most ennek az eseménynek a keretében szeptember 20-án szerdán 17 órától várják majd az érdeklődőket, de mire is? Sok évvel ezelőtt, amikor talán a múzeumok éjszakáján nyitottuk meg először a Királysói telephelyet, és onnantól kezdve rendszeresen szervezünk mi is bejárásokat. Én azt hittem, hogy egy idő után elfogy az érdeklődés, és majd be kell csuknunk, mert igazándiból nem lesz, aki jelentkezés. Az a tapasztalat, hogy mindig túl jelentkezés van. És az idejében már a 120 éves évforduló kapcsán is több eljárást szerveztünk, de most a konferencia kapcsán is ezt az alkalmat. Kifejezetten a Királysori telephelyet mutatjuk meg, ahol 120 évvel ezelőtt elindult a villamosenergia termelés. Igazándiból a történelmet lehet megtenni, tehát azokat a berendezéseket lehet látni, amiket akár sok 10 évvel ezelőtt még elődeink installáltak és tettek oda, és végigvisszük a látogatókat érdekesebb helyszíneken is. Vannak például még háborúból megmaradt bunkereink, de meg tudunk mutatni egy kiürített 5000 köbméteres egykori olajtartályt is. Igen, emlékeim szerint van egy különleges szobor is ott, ugye? Igen, igen, van egy Bori Jenő szobor. A háborúban találatot kapott az erőmű, és az elhunyt kollégák emlékére az élő kollégák állították. Izgalmas programok lesznek. Az még egy fontos kérdés, hogy megvolt-e a hagyományteremtő szándék, tehát lehet-e számítani arra, hogy hasonló jellegű közös programok lesznek még majd a jövőben? Vagy majd meglátjuk biztosan, a tapasztalat. Biztosan. A tapasztalat fontos, megmutatja, hogy milyen lesz a sikere, milyenek lesznek a visszajelzések. Ha pozitív, és úgy látjuk, hogy van rá igény, akkor azt gondolom, hogy nincs semmi akadály annak, hogy hasonló szervezés legyen a későbbiekben is. Én köszönöm szépen, hogy itt voltak velünk a köztérben. Köszönjük szépen. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmet. Természetesen a Fehérvár Televízió a konferenciát rögzítette, és később adásba is helyezzük, tehát megtekinthetik, nem maradtak le a konferenciáról sem. Köszönöm, hogy itt voltak köztérre legközelebb, egy hét múlva számítok majd a figyelmükre, illetve jövő héten hétfőn köztér extrával jelentkezünk. Vendégem lesz Székesfehérvár polgármestere Cserpalkovics András, akit kérdezhetnek is a műsorban. Köszönöm, hogy itt voltak, viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.